Majd pedig miután megkötött, matfedővel fogom fedni. Ameddig ez megköt, addig nem tudom, hogy mit fogok még hozzá használni. Használni fogom a Moirának a 79-es Green Leaves nyomdelemezét. Egy fekete... Tegyem, hogy ne legyen benne lámpa. Kérdez, hogy lámpát fogom megmozdítani, onébb. És ezt pedig ide teszem. És fekete nyomdalakat fogok használni. Meg is kötött közben, lekenem matt felővel. És akkor még a szokásos nyomdás termékeket fogom használni, még pedig a kis stemperemet és a lehúzómat. Ugye, hát is tippeltem mindent. És a nyomda lemezemről ezt a mintát fogom használni. Mindjárt mutatom is, úgyhogy ti is lássátok. Ezt a hosszú mintát. Ezeket közben letisztítom. És miután megkötött, látjuk, hogy bemattult, utána a szokásos nyomdázós technikánkkal, ha esetleg van, akinek még nem ment a nyomda, akkor van arról is aprólékos videóm, és akkor én ezt az oldalit fogom erre rátenni. Látjátok, gyönyörűen feljött a mintám. És akkor szépen rányomom a tippemre. Így. Utána pedig még fogok tenni egyet, egy kisebbet mellé. Keresem, melyik lenne, szerintem ezt itt. Egyet így is. Ugye ez a tip nagy, de egy köröm alapból ugye nem ekkora. Ugye ezt a picit még mellé fogom tenni. Így. Látjuk, hogy kettőt vett fel. Se baj, a szokásos módszerünkkel. Szépen leszedtük. És akkor még egyet. Így teszek. Így. Majd pedig ezt fedem. Én most egy rétegbe fogom, de egyébként szalomba kettő rétegbe fedem. Pedig ezt beteszem köttetni. Ezeket addig gyorsan elteszem, letisztítom.
És miután megkötött, kész is a mintánk. És ilyen lett ez a kis minta. Remélem, hogy tetszett nektek, és ti is kipróbáljátok, iratkozzatok fel, és további szép napot! Sziasztok!